Hát jó estét kívánok! És ahogy így nézelődöm, nem vagyok benne biztos, hogy ez a valóság. Voltak olyan élményeim, amikor abszolút azt hittem, hogy a valóságban vagyok, és egyszerre csak felébredtem, és nem ott voltam. Az élményben nem volt semmi jelzés, nem volt semmi címke, ami azt mondta, hogy ez egy álom, vagy ez egy fantázia, vagy ez imagináció, vagy ez egy emlék. Jött, az élményem pontosan ugyanolyan volt, mint most. Tehát miután az embernek, ha valakivel ez megtörténik, hogy azt hiszi, hogy tudja, hogy mi van, és egyszerre csak valami egész más van, és az hirtelen változik, hát attól fogva az ember fél, hogy minden szétesik minden pillanatban. Nagyon naív, vagy pszudónaív elképzelni, hogy mi tudjuk a tutit. Úgyhogy én nem adok információt itt, ez egy... Mindjárt megnézem, hogy ez mi. Ez egy esemény. Remélem, hogy ez egy esemény. Vagy, mikor vége lesz, ami hamarosan vége lesz, alig van időnk, nem sokára meghalunk. Ha ez egy esemény lesz, akkor megváltozik valakinek az élete. Ez a Szlavoj Zsizsek írt egy könyvet nemrég. Eseménynek hívják, angol event, event. Nem minden, ami történik, nem minden, ami megesik, abból nem mindig lesz esemény. Két ember találkozik, beszélgetnek, elválnak, és az élet megy tovább, mint hogyha semmi se történt volna. Hát az nem egy esemény. Két ember találkozik, beleszeretnek egymásba, mindenki otthagy csapot, papot, és minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy attól a pillanattól fogva együtt éljenek. Na, ez egy esemény. Akkor, amikor én megértettem valamit, amit valaki mondott. És attól fogva nem tudtam azt csinálni, amit addig, hanem valami mást kellett tennem. Az egy esemény volt. Találkozni a tanítómesteremmel, Árdi Lengel, skót pszichiáterrel, 1974-ben találkoztam vele először, teljesen megváltozott az életem. Hát az egy esemény volt. Hát meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Engem az érdekel, és már nagyon régen, hát legalább 45-50 éve, az érdekel, hogy tudom, én biztos vagyok abban, hogy van egy valóság. De a valóság az olyan komplex, olyan, annyi rétege van, annyi részlete van, hogy azt
tudom, hogy minden pillanatban, amit én valóságnak hiszek, az csak egy árnyéka, vetülete, transformációja annak a valóságnak, ami szerintem reménytelen a számomra, hogy valaha is tudjam. Ezt már a Platón is tudta, egy barlangban látta az embert, ahol a falon árnyékok mozogtak, és csak ez van a barlangban, csak árnyékok vannak, és az a realitás, amihez hozzáférhetünk. De hogy mi történt, hogy mi mozgatja azokat az árnyékokat, amiket látunk a barlangban, azt nem tudhatjuk meg, amíg emberek maradunk, mert még akkor is, hogyha igyekszünk kimenni a barlangból, és kinézni, hogy mi van, a napfény megvakít minket. Tehát nagyon veszélyes a valóságot keresni. Ez már a Bibliában is benne van, hogy aki meglátja az Istent, az meghal. Az Isten rettenetes. Az Isten csak közvetve lehet érezni, közvetlenül kivágja a biztosítékot. Hát ez van. Tehát de van valami, ami a valóság. Én hiszem. Azt is tudom, hogy nagyon könnyen és nagyon sok mindent el tudunk képzelni. Mindannyian művészek vagyunk. Tehát van a valóság, és arra a valóságra rávetítjük a képzeletünket. Elképzeljük, hogy mi van. És akkor már bajba vagyunk, mert megint nem, főleg egyedül, hogyha nem beszélgetek valakivel, főleg valakivel, aki tisztelek, és aki őszinte, akkor honnan tudnám kitalálni, hogy mit képzelek, és mi a valóság? És így, ha én azt hiszem, hogy valóság, és valaki azt mondja nekem, hogy képzelem, akkor kinek higgyek, neki vagy nekem? Egy remény van arra, hogy megkülönböztessem a valóságot a képzelettől. És az a szimbolikusban van, a szavakban. Azért beszélek most. De ez is nagyon veszélyes. Mert a nyelv vagy elburkolja a valóságot. Tehát én beszélhetnék úgy, hogy a végén két-három fátylat tettem közétek és a valóság közé. Tehát a nyelvet lehet arra használni, hogy az ember félrevezessék. A demagóg úgy használja a nyelvet, hogy elvigye a valóságtól az embert egy képzeletig. Például vannak olyanok, psychohistorian, pszichotörténészek, akik részletesen megnézték azokat a politikai beszédeket, amiket bizonyos politikusok mondtak, hogy fellelkesítsék a népet arra, hogy menjünk háborúba. Az nem, soha nem volt valóság. Az mindig ezek a demagógok kihasználták az emberek fantáziáját, az emberek képzeletét, a félelmet. Ez történik ma is. Az Egyesült Államokban, Kanadában, Magyarországon világszerte az történik, hogy demagógok kihasználják a képzeletünket. Mert csak annyi kell, és ez az USA-ban nagyon nyilvánvaló, csak annyi kell, hogy megijesszük az embereket, és akkor bármit tehetünk velük. Vége a demokráciának, mindenki fél, én tudom, hogy
mit kell tenni, hogy nektek jó legyen, én megvédlek a terrorizmustól, és akkor minden rendben van. Na, hát vigyázni kell, hogy az ember hogy hallgatja a szimbolikumokat, a szavakat. Viszont én olvastam és hallottam olyan nyelvet, ami világosabbá tette a világot, ami közelebb hozott engem a valósághoz. Nem tudom, hogy ismerte a Rajnish, ő egy gurú volt, akit sokan megvádoltak azzal, hogy sarlatán, és kihasználta az embereket, félrevezette őket, kimosta az agyukat. Hát most honnan tudjátok, miért jöttetek ide? Mi van akkor, hogyha én egy agymosó vagyok? Most mosom az agyatokat. Meghipnotizállak titeket, és a hipnózis az mindig a nyelven keresztül történik. Mindannyian, amikor picik voltunk, akkor a szüleink meghipnotizáltak. Ebből nincs kivétel. Nem lehet egy gyereket bemutatni a társadalomba és az anyanyelvbe hipnózis nélkül. Engem azért érdekelt a hipnózis, amikor egyetemista voltam. Nem azért, hogy meghipnotizáljak embereket, hanem hogy lehet valakit fölébreszteni a hipnózisból. Tehát ha már hipnózisban vagyok, akkor hogy ébredjek föl? Hogy kászálódjak ki ebből? Tehát az egyetlen remény, például a félelem, beszéljünk a félelemről. Sok ismerősöm van, paciens is és barát is, aki azt a hibát követi el, hogy amikor fél valamitől, azt hiszi, hogy az a valami létezik. Tehát félek, az igaz, de azt hiszem, hogy a félelmem való. Tehát amint félek, azt hiszem, hogy az az igaz. És nem disztingválom azt, hogy félek, és kész. Most van félelem. És az egy megváltozott tudatállapot. Tehát amikor részeg vagyok, akkor ha van egy kis eszem, akkor nem vezetek autót. Ha félek, akkor ha van egy kis eszem, akkor nem határozok el semmit. Mert nem tudom, ha félek, nem tudom, hogy a félelem emlék, a félelem a jelenhez tartozik, vagy mihez. Nagyon gyakran az igazság, hogy amitől félek, az már megtörtént. Tehát tulajdonképpen alszom, álmodok, nem vagyok itt és most. A múlt megzavarja a jelent. A meditációban, a meditációnak az egyik legfontosabb hatása, amiben hatékony, az, hogyha sokáig figyelem, hogy mi van az elmémben, hogyha nem csinálok semmit, hogyha viszket a combom és nem vakarom meg, hogyha érzem, hogy félek, de nem futok el, csak azt mondom, hogy most van viszketés, most van félelem, nem, hogy én félek, nem kell ráragasztani magamat az élményre, akkor azt tanulja meg az ember, az lesz evidens, hogy a viszketés elmúlik, vakarás nélkül. Azt, hogy mennyit bírok ki, a terápiában, a pszichoterápiában is, és a meditációban is, azt, nem azt tanuljuk meg, hogy ne szenvedjünk,
hanem azt tanuljuk meg, hogy a kapacitásunk a szenvedésre sokkal nagyobb, mint gondoltuk. Tehát sokkal többet szenvedhetek, anélkül, hogy bármit is csináljak. Nem kell beszarni. Csak most ez van, majd elmúlik. Minden elmúlik. A viszketés elmúlik, a félelem elmúlik, a jó dolgok is elmúlnak, minden elmúlik. És ez nem azt jelenti, hogy semmi sem érdekel, és akkor ülök, és de hát azért jobban, kicsit kényelmesebben meg tudom vizsgálni, hogy ez az élményem, és akkor mit jelent. Na most ez az egy mondat szerintem megéri azt a pénzt, amit fizettetek, hogy ide jöjjetek. Ha többi nem. Ezen gondolkozzunk el. Emlékszem, amikor 34 éves voltam, akkor érkeztem meg Londonba, és mentem az első találkozásra az Árdi Lenggel, hogy eldöntsük, hogy én járhatok-e hozzá terápiába, és elfogadja-e, hogy a szupervízorom lesz. És az első beszélgetés vele arról szólt, hogy elmondtuk egymásnak azokat az élményeinket, amiket meditációban vagy más megváltoztatott tudatállapotokban láttunk, hallottunk, megéltünk. Például megeszek egy légyülő galócát, csak úgy véletlenül rántottát csinálok belőle, és egyszerre csak olyan élményem van, hogy egy vagyok mindenkivel. Hogy nem vagyunk különálló emberek, hanem ide lecsúszok, és jaj, egy vagyok a szomszédommal. Hát, ez egy élmény. Ebben biztos vagyok. És akkor én addig erre nem gondoltam, de Lang megkérdezte, hogy jó, rendben van, ő is biztos abban, hogy mi volt az élménye. Én is biztos vagyok abban, hogy mi volt az élményem, de mit jelent? És itt a vége. Mert szerintem, amikor belegondoltam, rájöttem arra, hogy senki nem tudja, hogy mit jelent az élménye. Hát lehet, hogy azt jelenti, hogy tényleg a valóság, amiről beszéltem, a valóság, az imagináció, és itt van a szimbolikumok, a nyelv, a szavak. Lehet, hogy amikor az az élményem van, hogy egy vagyok veletek, hogy az csak azt jelenti, hogy a gomba megmérgezett, és az agyam próbál a halál szélén, valami hallucinációja van, és kész. De lehet, hogy kinyílik egy kapu, és közelebb kerültem a valósághoz, hogy tulajdonképpen akkor hallucinálunk, amikor azt hisszük, hogy különálló emberek vagyunk. De ki tudja ezt biztosan? Az én számomra, én örültem, hogy volt ez az élményem, és tulajdonképpen nem érdekel, hogy mit jelent. De vigyáznom kell, hogy nehogy egy dogmát csináljak belőle, a dogma az, amiben biztos vagyok, hanem hogy maradjak szkeptikus. A normális ember, az az ember, aki a közösséggel együtt tud lenni, aki nem őrült, azt úgy lehet
úgy lehet ráismerni arra, aki nem őrült, hogy az illető állandóan kételkedik. Aki kételkedik, az nem őrült. Az őrültek soha nem kételkednek. Aki biztos valamiben, az az őrült. Ez voltak olyan őrültek, híres őrültek, akik írtak önéletrajzokat, amiben beszéltek arról, hogy milyen is volt őrültnek lenni, és hogy honnan tudták, hogy visszajöttek a normálisba. És minden ilyen írás arról szól, hogy az őrületnek a csúcsán abszolút biztosak voltak abban, hogy mi történik. A Schreber, akiről a Freud is írt, egészen biztos volt abban, hogy az Isten őt választotta ki, hogy őt kínozza, hogy mindenfélét dugott a seggébe az Isten. És ebben biztos volt. Aztán pár évvel után, ez pár évig volt benne biztos, és aztán elkezdett kételkedni, hogy talán ez nem is így van. És akkor jött vissza a normálisba, amikor már nem volt benne biztos. Jó, hát én úgy érzem, hogy az Isten dugdos dolgokat a seggembe, de lehet, hogy nem. Na, hát akkor ez már normális. Csak úgy zárójelben, hogy mi a valóság. A Schreber emlékezett valamire, de nem tudta, hogy ez egy emlék. És nem akarta tudni, mert meg akarta őrizni a kapcsolatát a papájával. Ő inkább megőrült, mint hogy rájöjjön, hogy mit is érzett. A Langnek egy tanítványa visszament azokba az újságokba, amiket akkor adtak ki, amikor a Schrebernek az apja egy híres ember volt. Na, a papa egy tanítómester volt, német, és nagyon fontos volt, hogy a gyerekek egyenesen járjanak, egyenesen üljenek, és így nem lehet járni, és így nem lehet ülni. De hát hogy lehet ezt az iskolákban elintézni, hogy állandóan ne kelljen ütni, verni és kiabálni a gyerekekre? És a Schrebernek az apja föltalált egy ilyen szerkezetet, amit ráadtak a gyerekre. De ez komolyan, lehet látni, hogy újságokban hirdették ezeket, hogy szülők vegyék ezt a gyerekeiknek, és iskolák beöltöztették a gyerekeket ebbe, amiben volt, az volt, hogyha a gyerek egy kicsit így volt, és nem így, akkor valami a seggébe szúrt. Tehát, hogyha az ember nem így járt, vagy nem így ült, akkor kínoszta a Schreber apjának a masinája. És ezt ezrével adták el. Arra is rájött az író a kutatásai közben, hogy a fián próbálta ki, mielőtt szabadalmaztatta. És találtak jegyzeteket a papától, hogy működik. A fiam egyenesen jár és egyenesen ül, csak viselni kell ezt a masinát. Na hát ez volt akkor, amikor ő körülbelül 6-7-8 éves volt, mert úgy 3 év után ez már nem kell, akkor már megtanulta a gyerek, hogy kell ülni, akkor ki otthagyhatja a masinát. Tehát körülbelül 3 évig kínoszta az apja ezt a gyereket. 50 éves korában
Ő elfelejtette, hogy ez volt. De az apja helyett azt mondta, az Isten kínozza őt a seggében. Nem az apja. Így továbbra is tisztelte és szerette az apját, de az Istennel volt egy kis baja, és persze bezárták az elmegyógyintézetbe. De ez nem egy olyan egyedi történet. Ezt azért mondom el, mert ez egy nagyon szomorú történet, és ma, itt, a 21. században azok, akik emberekkel vannak, és az a foglalkozásuk tulajdonképpen az én szemszögömből, hogy azok, akik megijednek, azokkal úgy kéne együtt lenni, hogy rájöjjenek, hogy mire emlékeznek, hogy mi ijeszti meg őket, hogy mi a probléma. Hogy ahelyett megengedjük fiataloknak, öregeknek, hogy megvédjék a családot, hogy szeretni tudják azt, aki bántotta őket, és inkább címkéztetik magukat, hogy ők őrültek. Mert ha őrült vagy, akkor még mindig egy családtag vagy. De hogyha rájössz arra, hogy az anyád, vagy az apád, vagy a nagybátyád, vagy a nagyapád kínozott, akkor vége a családnak. Hát választani kell. Egy másik paciense a Freudnak a irodalomba úgy hívják, hogy a farkas ember, Wolfman, ővel az történt, ő túlélte a Freudot, és adott interjúkat, miután Freud meghalt, hogy én még mindig őrült vagyok, a Freud nem segített nekem. És megint valaki más, nem a Freud, hanem valaki más, egy magyar származású francia pszichoanalitikus, Török Mária többek között írt arról, hogy tulajdonképpen mi történt a farkas emberrel. Hát az történt, hogy három és fél éves korában besétált a konyhába éjjel, késő este, és meglátta, hogy az apja fasza a húgának a szájában van. És a kisgyerek csak csodálkozott. Hát ő nem rökönyödött meg, de hé! És oda ment az operhöz, aki a szolgához, aki vigyázott rá, és elmondta neki, hogy a papa Vivie a húgom szájában volt. Megfogta a néni a gyerek kezét, és elvitte a mamához. És mondta, hogy mondd meg a mamának. És a fiú elmondta. És akkor a mama azt mondta neki, na ide figyelj, ez nem igaz, ez csak álmodtad, menj az ágyadba, feküdj le, és álmodj tovább. Ez nem történt meg. Na most ez egy nagyon nehéz pillanat, amin ez az illető nem tudta túltenni magát a haláláig. Mert mi a választása az embernek, amikor ebben a pozícióban van? Vagy elhiszem a saját élményemet, vagy elhiszem azt, amit láttam, és akármit mond az anyám, én tudom, hogy én mit láttam. Ez egy három és fél éves gyerekről van szó. Ha a gyerek ezt választotta volna, akkor vége a kapcsolatának az anyjával. Akkor anya nélkül van, mert onnantól fogva nem tud megbízni az anyjában. Az anyám nem a barátom. Hogyha az anyám azt mondta, hogy nem láttam azt, amit láttam, akkor az anyám az ellenségem. Kész, vége a kapcsolatomnak az anyámmal. Ki engedheti ezt meg magának három évesen? Úgyhogy akkor határozta el,
hogy onnantól fogva nem bízik a saját élményeiben, biztos, amit ő lát, az nem úgy van, amit ő hall, az halucináció, hogy ő őrült. Hát az egész életében azért lett híres, mert őrült volt. De az anyjával megtartotta a kapcsolatot. Hát szóval nehéz tudni, hogy kiben lehet megbízni. Én ajánlom, hogy az ember valahogy megtanulja bízni önmagában. Csak egy pragmatikus dolog, ez nem egy dogma, hanem én vagyok az, akivel élek az életem végéig. Amíg meg nem halok, magammal töltöm a legtöbb időt. És van magammal egy olyan kapcsolatom, ami nincs senkivel. Én vagyok az egyetlen, aki tudom, hogy mik az élményeim. Senki más nem tudja. Anyám nem tudta, apám nem tudta, egy szeretőm nem tudja. Hát hogyha ha valaki hozzám ér, soha nem fogja tudni, hogy mi az én élményem. Csak én tudom. Hát az, hogy az egyetlen ember ebben az életben, akit belülről ismerek, az én vagyok, az egy hatalmas felelősséget tesz a vállamra. Mert én nekem kell kimondanom, hogy mi az élményem. Senki más nem tudja, én vagyok az egyetlen. Tehát ha magamnak nem hiszek, akkor nagy bajban vagyok. Viszont, hogyha hiszek magamnak, akkor nagyon kevés barátom lesz. Nagyon gyakran annak az ára, hogy úgy érezzem, hogy oda tartozom egy közösségbe, annak az ára az, hogy megszűnök. Hogy feláldozom a saját élményemet. Hogy én nem szeretek spenótot enni, de megeszem azért, mert te azt mondod, hogy te spenótot főztél nekem, a spenót jó, és hát megsértődsz, hogyha nem eszem meg. Hát jó, én utálom a spenótot, de eszem, azért, hogy megmaradjon a kapcsolatom veled. Vagy valakinek a felesége, vagy valakinek a férje 5-ször naponta akar szexelni, én egyszer egy héten, a másik egyszer egy héten, de hát, hogyha megmondom, hogy mi az élményem, akkor ott hagynak. Te túl sokat akarsz, te túl keveset akarsz, jó, hát akkor úgy csinálok, mintha én is azt akarnám, amit te. Tehát nagyon gyakran a kapcsolat ára az, hogy én megszűnök. Hát ez nagyon veszélyes. Én garantálom, hogy erre, ebben az irányban menni, az történik, hogy akkor szerepet játszom. Akkor amikor én Hamletet játszok egy Shakespeare darabban, akkor nem érdekes, hogy az András mit akar. Hogyha nekem, én elhatározom, hogy én megjátszom a szüleim jó gyerekét, akkor nem érdekes, hogy én ki vagyok. Ha megjátszom a feleségem jó férjét, vagy a gyerekeimnek a jó apját, akkor senkit sem érdekel, hogy a színésznek mi az élménye. És ebből mi lesz, hogyha állandóan szerepet játszom, akkor elmegyek a pszichiáterhez, aki nem mondja nekem, hogy ne játszak szerepet, hanem azt mondja, hogy majd adok neked orvosságot, antidepresszáns. Mert az, aki állandóan szerepet játszik, hát persze, hogy
meg akar halni. Mert nem tudja elképzelni, hogy hogy lehet kilépni a szerepekből. A kislányom, volt egy idő, amíg a gyerekeim, minthogy én elmondtam az álmaimat minden reggel, ők is elmondták az álmaikat minden reggel. És a lányom körülbelül 4 vagy 5 éves volt, amikor azt mondta, hogy azt álmodta, hogy ő és a bátyja csináltak valamit, én rájöttem, hogy az mi, és ők álltak egymás mellett, és én odasétáltam hozzájuk, ahol ők voltak, és dühös lettem rájuk. És mérgesen azt mondtam, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek, az anyjuknak a méhébe. Egy 5 éves kislány, a lányom ezt mondja neki, hogy ezt álmodta. Hát ez nem kellemes hír, hogy én így élek az ő pszichéjében. Úgy nagyon elgondolkoztam ezen, hogy hát ebben sok információ van, hogy lehet, hogy túl dühös vagyok, lehet, hogy megfélemlítem őket, lehet, hogy azt érzik, hogy olyan teher nekem ővelük lenni, hogy jobb lett volna, ha soha meg sem fogamzottak volna. Amikor először megérkeztem Kanadába, 16 éves koromba, és még nem tudtam angolul, betettek egy második gimnáziumi osztályba, akkor volt olyan rasszista, vagy elfogult hülye, aki azt mondta nekem, úgy odasúgta, ahogy elment mellettem, hogy menjek vissza oda, onnan jöttem. Hát a lányom azt mondja, hogy én is ilyen vagyok. Hát az egy esemény volt, mert attól fogva nagyon vigyáztam, hogy még ha dühös voltam rájuk, akkor is úgy jeleztem, hogy örülök, hogy ott vannak, de ne csinálják azt, amit csinálnak. Pár szót még az álmokról, hogy miért fontosak, hogy miért csodálatosak. Alba sem lehet biztos az ember, hogy amit álmodok, az az én álmom. Mert az élmény az olyan, hogy nem én csináltam. De ha nem én csináltam, akkor ki csinálta? Honnan jön? És olyan emberek, akik nem gondolnak önmagukra úgy, hogy ők kreatívak, vagy ők művészek, olyanokat álmodnak, hogy részletes, imaginatív, gyönyörű, ijesztő. Vannak olyanok, akik ilyen horror filmeket gyártanak minden este. Hát, hogyha azt valaki tényleg produkálná, abból pénzt lehetne keresni. De nem gondol magára dramaturgként. De mindannyian azok vagyunk, ha csak nem az agyunk, az egy olyan antenna, és tényleg éjjel az antenna behoz valami álmot, amit lehet, hogy Houston, Texasban valaki gyárt, és állandóan sugározza, és az agyunk, mint egy televízió antenna, beveszi.
Hát akkor az álmom nem érdekes, akkor butaság az álmokkal foglalkozni. Akkor félni kell az álmoktól, mert mit sugallanak nekem Houston, Texasba? Egyszer a Nobel-díjas Crick, a Crick és Watsonból a Crick, aki felfedezte a dupla helixet, és Nobel-díjat kapott érte. Ő láttam, hogy az egyik tudományos újságban azt mondja, hogy aki álmodik, az soha ne írja le az álmát, soha ne gondolkozzon azon, hogy az álom mit jelent, hogy tulajdonképpen az agy az egy ilyen bio számítógép, egy ilyen laptop, és ilyen nagy számítógépeknek minden éjjel ki kell pucolni magukat. Úgyhogy az álom az tulajdonképpen az, ami az a piszok, az agypiszok, az az agyszar. És az, aki turkál az agyszarában, hát a szarban turkál. És aztán, hogy még azt is mondta, hát nem egészen így. De ez a lényeg, hogy aki az álmaival foglalkozik, az visz újra megeszi azt a szart, amit már kinyomott. Tehát ő azt mond, és ez egy Nobel-díjas tudós. Ezt írta, hogy hagyjuk az álmokat, mert újra bepiszkítjuk a biokompjúterünket. Hát én fölhívtam telefonon. Hát ezzel az emberrel nekem beszélnem kellett. És fölvette a kagylót, és elbeszélgettünk egy darabig. Kérdeztem, hogy na, hol olvashatom azokat a kísérleteket, hol van a data, hol van a... Milyen kísérleteket? Honnan tudja ezt ilyen biztosan? És mondom, hogy felelőssége van, mert Nobel-díjas tudós, amit mond, elhiszik az emberek. És mondom neki, hogy én már mit tudom, én 45 éve... állandóan turkálok a saját és más emberek szarában, és ezért pénzt kapok, hogyha tényleg igaza van, akkor én abba hagyom. Tehát én nem gondoltam, hogy ez egy triviális hír. De akkor úgy kicsit köhécselt, és azt mondta, hogy hát ő proponált egy kísérletet, amiben ezt be lehetne bizonyítani, de még nem csinálták meg. De ő már tudja, hogy mi lesz az eredmény. Hát mondom, ne játsszon ilyet. Azt mondta, hogy nem kaptak pénzt rá. De ő mégis, mint hírt, kiadta, hogy ez így van. De hát mit tudom én? Lehet, hogy igaza van. Nem az én élményem. Az én élményem az, hogy az, amit a Freud mondott, hogy az álmok a fejedelmi út a tudatalattihoz, különben volt egy, a Fritz Perls, aki a gestalt terápiának a kezdeményezője volt, neki volt egy, ő nem írt, ő csak beszélt, mint én. Ő neki volt egy írója, a Paul Goodman, aki egy intellektuális ember volt, és amit a gestalt terápiáról lehet olvasni, és logikus, azt a Paul Goodman írta.
És a Paul Goodman egyszer azt írta, hogy amikor ő először elolvasta azt, hogy az álmok a fejedelmi út a tudatalattihoz, fölállt a fasza. Tehát ez izgalmas. Ebben van valami erotikus. Ez nem egy szürke állítás. De mit jelent? Szerintem azt jelenti, mi az a tudatalatti? Azért, mert valamire van egy szó, az nem jelenti azt, hogy létezik. Hol van a tudatalatti? Itt, hol van? Senki nem látta, senki nem tudja. Létezik? Én azt hiszem, hogy a tudatalatti az, amit tudunk, de nem merjük kimondani, vagy nem szabadott kimondani, amiről nem beszélhetek, amire nincsenek szavaim, arról nem gondolkozhatok. Tehát a tudatalatti az, amit tudok, de nem tudom, hogy tudom. Egy ilyen négyszöget képzeljetek el. Tudom, nem tudom, tudom, nem tudom. Itt van tudom, hogy tudom. Az jó. Itt van tudom, hogy nem tudom. Remek. Nagyon jó. Itt van nem tudom, hogy tudom. Ez a tudatalatti. Nem tudom, hogy nem tudom. Ez veszélyes. Itt vannak az orvosok, a pszichiáterek, a politikusok. Nem tudják, hogy nem tudják. Az a legveszélyesebb. Ha nem tudom, hogy tudom, az nem jó. De nem annyira veszélyes, mint ha nem tudom, amit nem tudok. Na most akkor, hogyha tényleg ez a Jacques Lacan, aki úgy definiálta a tudatalattit, hogy ez tulajdonképpen a nyelvvel kapcsolatos, hogy a kimondhatatlan, az elgondolhatatlan, amiről nem lehet gondolkozni, amit nem lehet, amiről nem lehet beszélni, az a tudatalatti. És akkor mi történik egy álommal? Az álomra úgy emlékszünk, mint képek. És egy kép az 1000 vagy 10 000 szó. Óvodákban, nem tudom, hogy itt hogy mondjátok, de angol nyelvterületen mindig van valami show and tell, hogy a gyerek behoz valamit és megmutatja, vagy a gyerek elmond valamit. Amikor képeket mutatok, akkor mutatok valamit. Amikor szavakkal beszélek, akkor elmondok valamit. Nagyon veszélyes egy képet kiállítani, nagyon veszélyes egy álmot elmondani. Mert mindig többet mondok, mint amit tudom, hogy mondok. Én, és ezért is jó álmokról beszélgetni, a Jung egyszer, Carl Jung azt mondta, hogy ahogy öregedett, egyre jobban meg tudta fejteni, belelátott a pácienseinek az álmaiba. Egyre könnyebb volt neki látni a sémát, ami körül az álom forgott. De bevallotta, hogy a saját álmaival nem így van. Mert minél okosabb lesz a mások álmaival, annál okosabb az ő álmodója, úgyhogy a saját álmait ő soha nem értette. Ezért kell egy másik ember, akinek mindegy, hogy mi van az álomban. Nekem nem mindegy, azért van az álomban, ami van, mert erről nem tudok beszélni, akkor mutatom, és nem is vagyok benne biztos, hogy valaki megmondja, hogy ő mit lát benne, mert félek, hogy szégyelnem kell magam. Vagy hogy meg fognak verni, vagy hogy valaki dühös lesz rám. Hát akkor inkább nem álmodok. Minden reggel fölébredek, mit álmodtál? Semmit. Hát mi szégyellem megmondani,
én nem is tudom, hogy mit mondok, amikor elmondom az álmomat. És akkor valaki azt mondja, buzi vagy. Veszélyes. Amikor először találkozom egy pacienssel, körülbelül 2 órát töltünk együtt, az egy konzultációnak nevezem, akkor határozzuk el, hogy vagy azután határozzuk el, hogy van-e dolgunk egymással, vagy nem. Ő is elhatározhatja, én is, és csak akkor dolgozunk együtt, amikor 2 lelkes igen van. Igen, igen, akkor jó. Hogyha van egy igen, és oké, az nem működik. Általában az a szokásom, hogy azt mondom búcsúnál, amikor kezet fogunk, hogy ne határozz el túl gyorsan, hanem aludjon rá. És reggel írja le az álmait, mert sok minden történhetett a felszín alatt, és esetleg az álmai megmutatják ezeket az eldugott dolgokat, hogy akármennyire is racionálisan azt mondja, jó, akkor jár a Feldmárhoz, az álma esetleg azt mondja, vigyázz, neked ez nem lesz jó, és akkor hallgasson az álmára. De nem megtanultam azt, hogy hangsúlyozzam, hogy nem, ez nem arról szól, hogy az álma határozza el, hogy mit csinál. Mert nem lehet bízni az álomba. Nem lehet bízni semmiben. Az ember úgy gondolná, hogy az igazság megnyilvánul az álomba, hogy az álomban nem hazudok magamnak. De nem így van. Álomban is lehet hazudni. Hipnózisban is lehet hazudni. Annyira annyira tehetségesek vagyunk, hogy részegen is lehet haza, azt mondják, borban az igazság. Hát lehet remélni, de én találkoztam olyan emberekkel, akik hazudnak, amikor részegek. Vannak, akik hazudnak, amikor MDMA-t vesznek be, hazudnak, amikor LSD-t vesznek be. Hazudnak, minden tudatállapotban lehet hazudni. Hát nem csodálatos? Vannak olyan pszichiátriai betegségek, amik pont erről szólnak. Például van egy szó arra, és ezt meg lehet találni abban a Malleus Maleficarumban, amit a pszichiáterek használnak, amivel boszorkányokat üldöznek. Benne van, hogyha valaki fél akkor, amikor nincs mitől félni, azt paranoiának hívják. De a nyelvben nincs is olyan szó a másikra, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem fél, és félni kellene. Még szó sincs róla. Itt van a kimondhatatlan. Itt van a tabu. Nem szabad fölébredni arra, hogy félnünk kellene, de nem félünk. Arra nincs orvosság. Arra, hogy félünk, amikor azt mondják a többiek, hogy nincs ok rá, arra van orvosság. De megint egy vetület, nem tudjuk, nem vesszük észre, és azokhoz, akikhez megyünk segítségért, nem mondják, hogy ha én félek akkor, amikor ti azt hiszitek, hogy nincs okom a félelemre, akkor nem vagyok őrült, csak összekeverem azt, hogy azt hiszem, hogy amit az élményem, a félelem, az ide tartozik. És
nem merem kimondani, hogy emlékszem valamire. Nincs olyan paranoiás, akit vagy most nem üldöznek, vagy valaki nem üldözte őket valamikor a múltban. Senki sem őrült. Mindenki, akit őrültnek nevezünk, valaki bántott. De arról nem beszélünk. Jobb őrültnek lenni, mint felfedezni a valóságot. Semmi nem történik, mindig valaki valamit tesz valakivel. Az, hogy ez történt, meg az történt, így álmodunk. És nem szeretjük, amikor valaki azt mondja, semmi nem történik. Mindig valaki tesz valamit valakivel. Ezt nem mondjuk. Na jó, most elköszönök azoktól, akik online néztek, és privát, hogy nehogy pornó legyen belőle, beszélgethetünk, és bátran elmondhatjátok a ti álmaitokat, és akkor én megmondom, hogy mi van. Kezeket légy szíve, vegyétek föl, hogy lássuk, hogy kinek adhatjuk a mikrofont.